Egyre inkább lázonganak a baloldali pártok Karácsony Gergelyel szemben a botrány kirobbanását követően. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó források szerint előállhat egy olyan helyzet is, amelyben Budapest baloldali főpolgármestere önként lép majd vissza az indulástól. Egy MSZP-s forrás szerint már az is megvan, hogy kiválthatja le a botránypolgármestert. Imre Balázs és vendégünk elemzése következik. Jó reggelt kívánok a nézőknek, szervusz Áron, így van ellenzéki ügyekkel. Kezdjük a ma reggelt, itt van velünk a stúdióban Nagy Ervin, a 21. század intézet elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt ötök. kívánok! Ha megengedi, akkor kezdjük azzal, hogy a Metropol nevű lap összeszedte, hogy mennyi valósult meg Karácsony Gergely korábbi ugye zöldítésekkel kapcsolatos kampány ígéreteiből. Azért szedték össze, mert ugye a főpolgármester magát is egy, ugye egyrészt zöld párt tagjának vallja, másrészt ugye egy nagyon környezetbarát főpolgármesternek. A lap szerint, a Metropol szerint nem sok valósult meg abból, amit Karácsony Gergely ígért még 2019-ben, vagy azelőtt ön szerint. Valóban a valóságot kell összevetni azzal, amit Karácsony Gergely a közösségi oldalán kommunikál, és hogyha ezt a feladatot elvégezzük, akkor jól látható, hogy az ígéreteknek a nagy része nem teljesült. Tehát az első ígérete az volt 2019-ben Karácsony Gergelynek, hogy minden születő gyermek után egy fát fognak ültetni Budapesten, ez nem valósult meg. A második ígérete az az volt, hogy évente 15 ezer fát fognak ültetni Budapesten, ez szintén nem valósult meg. Én legutoljára, ami kimutatást láttam a főpolgármesteri hivataltól, hogy mennyi fát ültettek Budapesten, az egy trükk általi eredmény volt, hisz beszámolták azt is, amit a környező erdőkben az erdőgazdálkodások, Budapesthez tartozó erdőgazdálkodások ültettek. Tehát próbálják kozmetikázni a számokat, ami arra utal, hogy ez a része, nem teljesült. És hát, hogyha nem, végig megyünk tényleg a, az utakon, akkor azt láthatjuk, hogy nagyobb a szemét és nagyobb a piszok, mint ami előtte volt. Erről írt a Metropol, erről sorozatot is készítettek. Ennek egyik oka az, hogy ugye leszereltek egy, nem tudom, 3000 kukát, ha jól emlékszem, de nagyon sok kerületben hiányoznak ezek a hulladékgyűjtők. Másrésztről pedig jól láthatóan az az ígéret sem teljesült, ami talán a leggrandiózusabb volt, hogy a Margit-szigettől egész a római gátig egy óriási parkosítás lesz, és megvalósul Magyarország történelmének legnagyobb parkosítása, úgy fogalmazott annak idején. Ebből nem lett semmi. Ön arról beszélt, hogy mi nem valósult meg ön szerint, de vajon ezek a tervek miért nem valósultak meg? Mi volt az oka ennek ön szerint? Az egyik oka az az, hogy már maguk az ígéretek is szerintem túllőttek vagy túlnőttek azon a realitáson, amit elképzelni lehet, tehát túllicitált túl Karácsony Gergely a valóságon, a másik pedig az, hogy igazság szerint nem bírta működtetni ezt a rendszert. Tehát hogyha jó szándéka neki meg volt. tételezzük fel, hogy ő ezeknek az a nagy részét be akarta, meg, akarta tej, meg akarta valósítani. Akkor is azt lehet mondani, hogy egy olyan politikai konstelláció alakult ki Budapesten, ez a nagy koalíció, hogy annyiféle érdekkel rendelkező pártot kellett összetartani, plusz harcolni Gyurcsány Ferencnek a hatalmi ambícióival, hogy emellett sem energia, sem idő, sem erőforrás nem maradt arra, hogy ezeket megvalósítsa. Másrészt pedig rengeteg olyan botrány volt, ahol a fővárosnak defenzívába kellett, tehát védekezéssel. Kell lett, hátra kellett lépnie, és ezáltal nem tudtak előre menni, nem tudtak kormányozni, nem tudták irányítani a fővárost. Ezt akartam pont kérdezni, vagy erre akartam rátérni, hogy azért voltak olyan ügyek, és vannak olyan ügyek most is a mai napig a sajtóban, amelyek folyamatosan napirenden vannak. A főpolgármesterrel, vagy a fővárosi vezetéssel kapcsolatban, itt a tavalyi előválasztási finanszírozás kapcsán, ugye vannak kérdések Karácsonygergel -el kapcsolatban, előkerült ez a városházakét, hogy mind, mind a mai napig nincs tisztázva, és hogy egyet említsek, még, ugye itt ez a hit amely folyamatosan napirendben van. Mennyire árthatnak ezek Karácsony Gergelynek, és mennyire lehet kényelmetlen az ellenzéki pártoknak az ő személye kapcsán ez az egész? Az, hogy Karácsony Gergely nem tudta összetartani az elmúlt öt évben ezt a nagy koalíciót, hogy nem tudta hatékonyan működtetni főváros vezetését, és hogy nem volt hatékony munka, azért az azon is múlott, hogy ezek a botrányok gyengítették az pozícióját, sőt, a botrányokkal kapcsolatosan nem volt megnyugtató magyarázat. És a saját szövetségesei is várták azt, hogy a 99 mozgalom esetében a híd, a láncid felújításának korrupció gyanúja esetében valami világos magyarázatot adjon, elfogadható magyarázatot adjon Karácsony Gergely. Hát a saját szövetségesei sem fogadták el azt, hogy kisládikákról beszélt, amikor a kampányfinanszírozásról volt szó. Saját szövetségesei sem fogadták el, amikor azt mondták, a, hogy az áhíd, vagy az áhíd megbízásával kapcsolatosan nincs itt semmi látnivaló. Tehát ez kellemetlen a baloldali pártoknak, hisz a baloldali pártoknak ha az akkor is, hogyha Karácsony Gergely mögébe állnak, az itt a saját reputációjukat védeni kell. És ezek a botrányok Karácsony Gergelyre egyértelműen ráiktek, viszont nagyon komoly árnyékot vetnek azokra a pártokra, akik támogatják Karácsony Gergelyt. Az egyik ilyen ezek közül a Momentum, akinek korábbi elnökét ugye most másodfokon egy év börtönbüntetésre ítélték, Fekete Győr Andrásról van szó, aki 2018-ban egy tüntetésen ugye füstgránáttal dobálózott, azt a rendőrök felé dobta, a felfüggesztett börtönt kapott tehát a momentum volt elnöke. Két év próba irőre felfüggesztették ezt a döntést. Szerinte ő egy koncepciós peráldozat, aminak beszélt erről az egyik televízióban. Mit gondol erről? Hát nehéz a látott képek, vagy a videó, ami nyilvánosság előtt forog, tehát bárki megnézheti, nehéz az alapján koncepciós perről beszélni. Ugye ő úgy érvelt, hogy nem a rendőrökre célzott a füstgránáttal, hogy nem is veszélyes volt a füstgránát, mert játékboltba vette, hogy igazából ő nem akart erőszakot alkalmazni, tehát az ő érveit hallható. Adtuk. Itt másodfokon az jött előtérbe, hogy amikor egy ismert politikus, egy ismert személyiség így cselekszik egy ilyen rendezvényen, az a pszichikai ráhatással van a többiekre. Tehát gondoljunk bele, hogyha ő ezt a merességet vállalja, hogy füstbombát dobál a rendőrök felé, az felbiztatja a többieket is. Tehát a csoportos erőszakban egy ismert arcnak, egy vezető politikusnak nagyobb a felelőssége. És másodfokon ezt is a bíróság, és ezért született meg ez az ítélet. Itt azért meg kell nézni a képviselő jogállást. Igazság szerint, a, hogyha közügyektől való eltiltás is elhangzott volna, akkor azonnal elveszik a mandátumot. Hogyha ez nincsen, akkor az összes a parlamentnek kell megállapítania, de mivel felebezett Fekete Győr András, tehát tovább viszi az ügyet, ezáltal addig még ebben nem lesz előrelépés, addig nincsen ennek jogi következménye, ám politikai következménye van, tehát azért mégiscsak felmerül az állampolgárokban az, hogy itt azért ö, amikor egy bűncselekménnyel kapcsolatban egy ítélet születik, ha nem is mond le azonnal a mandátumról, mert még mondjuk feljebb viszi, tehát fel, ebbe a témában, akkor legalább egy szünetet addig tartson, még ez nem tisztázódik. Ugye még egy percünk maradt, és van egy olyan aspektusa is, hogy van-e, bár ezt már részben említette, hogy van-e következménye, a politikai következménye mondjuk a baloldalon. Tehát ugye az ellenzék nagyon következetes, amikor ügyekben kormánypárti politikusokat kell kritizálni. De vajon mennyire következetes akkor, amikor mondjuk ellenzéki politikusokról, vezető politikusokról derülnek ki hasonló ügyek? Igen, hogy hogyha összehasonlítjuk a kormány oldalt és a baloldalt, akkor óriási különbséget láthatunk. Itt a legutóbbi ö, botrányokkal kapcsolatban is, ugye a köztársasági elnököt is említhetnénk, de ha a baloldalt nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy ott minden ö, olyan cselekmény, ami hiba vagy bűn, az következmények nélkül maradt. Kezdve a 2006-os rendőterrorról és Gyurcsány Ferencről. Egyébként kicsit korábbra is mehetnénk, csak idő hiába erre nem lesz idő, de ugye ez a horgyulaféle na és gondolkodás, ami úgy tűnik, hogy a momentum generációjában is ott van, tehát a momentum is következmények nélküli párt, nem vállalják a felelősséget a tetteikért, és nincs következménye annak, hogyha hibát vagy bűnt követnek el. Nagy Ervin volt a vendégünk a Zemegyen ma reggel. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást.